A német kormány gazdasági, politikai és társadalmi nehézségeit ismerhették meg azok, akik ellátogattak a Matthias Corvinus kollégium soron következő előadására. Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézetének igazgatója a németországi konfliktusokról mesélt a résztvevőknek. Nagyon fontos megérteni, Németországban nagyon sok társadalmi frusztráció, társadalmi mozgás van, társadalmi konfliktus. Ezek a társadalmi konfliktusok javarészt a migráció által kerültek most napirendre, az elhibázott migrációs politika, az elhibázott energiapolitika, és természetesen azok a kérdések, amik megosztják a németeket. Gender kérdések, kelet-német, nyugat-német megosztottság a migráció kapcsán, vagy akár megosztottság az energiapolitika, a gazdaságpolitika kapcsán, ott is nagyon sok kihívás van. Az érdeklődők egyebek mellett válaszokat kaphattak arra is, hogy kitart-e a ciklus végéig a hárompárti koalíció, és akar-e a német társadalom előrehozott választásokat. A német kérdés azt hiszem, hogy mindenkit érdekel, hiszen Magyarország sorsa azért egy kicsit összefonódik Németországéval, gazdasági téren mindenképpen, úgyhogy ezekre a kérdésekre keressük majd a választ a megújult épületünkben. A következő előadás február 29-én lesz, ekkor Kis Rajmund, az MCC diplomáciai műhelyének vezetője várja majd az érdeklődőket.